Soha sem volt még annyi aranytartalék a Magyarországnak, mint most. Orbán Viktor javaslatára 2018-ban döntött úgy a Nemzeti Bank, hogy meg tíz szerezi Magyarország aranytartalékát. Az eltelt három évben újabb bővítésről született döntés, jelenleg már 94,5 tonna az aranytartalék. Veszélyes idők jönnek, nem tudja folytatni a világ az életét ott, ahol a járvány előtt abba hagyta, és ilyenkor tartalékra, fedezetre és biztonságra van szükség, jelentette ki a miniszterelnök Kedden, miután a jegybankelnökkel megtekintette Magyarország aranytartalékát. Balázs. Köszönöm szépen, erről fogunk beszélgetni Boros Imre közgazdásszal. Jó, Jó reggelt, reggelt kívánok! Hát azt figyelhető, vagy figy volt megfigyelhető néhány évvel ezelőtt az aranypiacon, hogy beindult egyfajta mozgás, és kezdett megváltozni a világban a különböző jegybankoknak az aranyvásárlás és aranytartalékolási szokása. Kialakult egy olyan fajta nézet, hogy ha azt nézzük, akkor van elég hitel, meg van pénzbőség a világban, de azért jöhetnek olyan korszakok, és talán a koronavírus járvány is rámutatott erre, amikor lehet, hogy nem elég mondjuk csak a hitel. Hát ugye az a nagy helyzet, hogy a mostani nemzetközi pénzügyi helyzetből kell kiindulni, amit ugye hogy hogy működjön, az 44-ben Bretton woods alkották meg. Az akkor abszolút győztes Egyesült Államok azt mondta, gyerekek, legyen a nemzetközi fizetési eszköz az én dollárom, nemzeti pénz. Én viszont azt ígérem nektek, országok, ha elegetek van a dollárból, akkor fix áron, 35 dollár per uncia, nektek aranyat szolgáltatok ki. Nem is volt ezzel egy darabig baj, mert egy Egyesült állunk egyedül szállító és a dollár kellett. 60-as évek végére azonban változott a helyzet, pár ország már kezdett vakarózni, hogy túl sok a dollár. Először a franciák, ugye, de Gaulle, kérte volna, hogy akkor szolgáltassák, hát nyakára kütték Kohn meg Rudi Ducskét, szétdulták Franciaországot, a 68-asok ugye mai napig hatnak. És aztán az állami vezetők tanultak ebből, hogy aki ebbe az ügybe okoskodik, az így fog járni. Igen ám, de most eljutottunk egy olyan pontra, hogy ahogy mondani szokták az alába, több kettőnél már. Egyesült Államokban egyébként körülbelül 8000 tonna arany van központi. Németországban is 3200. Franciaországban azt hiszem 3000, Olaszországban dettó. Romániába 100, Lengyelországba 100, Ausztriába Ilyen, 300, Rományos csak mielőtt ugye most... a mi kedves barátaink azt mondták, hogy ez fölösleges, mert surányék leépítették, zsip ami itt volt még Magyarországon arany, azt nem adták el, mert csak azt lehet eladni, ami külső helyeken van. Na, szóval a világ kezd a dollárba beleunni, és miután az amerikai nem tudták, nem is akarták ezt a feltételt teljesíteni, 73-ban azt mondta Nixon, ideglenes jelleggel, hogy na, nukú aranyra beváltás. Ideglenes jelleggel, ugye 73, nem tudom mikor született szerkesztő. Ja, lehet nem sokkal két... később. én mondom, Tehát egy kicsit előtte, tehát mint annak idején a szovjet, ideglenesen nálunk tartózkodó szovjet csapatok örök lakásai. Ugye. Igen, <laughs> igen. Ez történt, tehát gyakorlatilag arany nuku, és akkor azt mondták, hát gyerekek, el fogunk ebbe a dollár bőségben pusztulni, kezdik is leépíteni. Kínaiak építik a készleteket le, oroszok építik, inkább beleteszik anyagi javakba. Tehát gyakorlatilag ennek a rendszernek a vége végefele közeledünk, mindenki keresi a lehetőséget. Hát mit igazolt vissza a történelem? Azt, hogy a végén valahol a nemesfém szükséges, hogy az adott nemzeti valuták mögé fedezetként oda kerülnek azért, hogy azt a nemzeti valutát a külföldi forgalomba is elfogadják. Ezt hívták annak idején Ugye az első világháborúig arany standardnek. Na tehát egyfajta ilyen keresgélés van, ennek jegyében ugye az oroszok már nem eladnak aranyat, amit kitermelnek, hanem azt beteszik a zsákba, meg Igen. még vesznek is, a kínaiak, az indiaiak, mindenki, kivétel volt a Magyar Nemzeti Bank, aki viszont eladott. Viszont 31, és fél millió tonnáról. Ugye 2018-ban kérte Orbán Viktor miniszterelnök, hogy ezt növeljék, és ugye ez nőtt most meg 94 és fél hát millió Először tonnára. is azt mondom, Igen? hogy három tonna volt az induló indulókészlet. Igen? A 31 az már növekmény, azt már matolcsék csinálták, így van. És ezt háromszorozták most meg. Így van. É, hát én miután egy jegybankban dolgoztam, devizakereskedelmet vezettem egy jó ideig, pontosan tudom, 65 tonna monetáris aranya volt a Nemzeti Banknak, a szocializmust azzal csinálták végig, tehát ott se vonták még kétségbe, pedig ott eszméletlen nagy szellemi őrjöngések voltak, de nem vonták ezt kétségbe, hogy ez erre nincs szükség, hanem jött a nagy modern gondolkodás, balliberális, közgazdaságtan, és akkor azt mondták, hogy ez nem kell. És még ma is védik ezt az álláspontot, ami a világnak a helye. A nemzetgazdasági szempontból miért jelenthet biztonságot, ezt hogy lehet elmagyarázni nekünk Nagyon egyszerű. Az ezt nagyjából a miniszterelnök meg is fogalmazta, hogy ki kell, mi kell ahhoz, hogy a ön meg az én pénzem stabil legyen. Kell hozzá a kormány egy olyan gazdaságpolitika, igen, hogy többet teljesítsünk külföld fel, mint onnét igénybe veszünk. Magyarán szólva a fizetési mérlegünk pozitív legyen, több pénz jön be, mint amennyi kifele megy. Kell hozzá egy bank, aki meg arra vigyáz, hogy a pénzérték el ne szálljon, tehát az inflációt tartsa kézbe, és az árfolyamot is tart. A kézbe, és ott van utolsó, mint a, mint a söprögető, régen a fociba úgy hívták, ugye, a söprögető, aki a legutolsó hátvéd, aki, hát ha kell, akkor 16-os előtt mindenkit egy kicsit, hogy mondjam, kedélyesebben szerel le. Ha minden kötél szakad, akkor az arany ott van még végső biztosítás. ez a felépítmény, ez úgy látszik a világba teret nyert, hát a baloldali, vagy baloldali, globalista Magyarország, globalista közgazdászaink, ebből van egy jó tucat, de tucata, egy, egy, hadra való van, azok még nem ezt hiszik. Maradt még egy pici idő, most nézegetem itt a világ, világranglistán, meg európai ranglistán a helyezésünket aranytartalék szempontjából, ugye az 56. helyről a 36. ra ugrottunk előre a világon, a térségben pedig a hatodikról a harmadik helyre léptünk. Ugye Lengyelország és Románia neve elhangzott itt Igen. az előbb ön által, ugye csak nekik van nagyobb aranytartalékuk a térségben nálunk. Fontos lehet egyébként nemzetközi megítélés, gazdasági megítélés szempontjából, hogy hol tartunk ezen a szinten? Hát hogy az életben, -e? hát nagyjából minden józan, közgazdász, meg gazdasággal foglalkozó ember azért eddig eljut, hogy az amerikaiak nem tudnák, te, tehát hogyha az összdollárt veszük, ami kint van, hát ugye a nemzetközi tartalékok mindegy 55-60 a dollárba áll, dollárhegyek vannak egyes országnál, Kínában 1000 milliárd, Japánban 1100 milliárd, és sorolhatnám, és nem keres az a pénz szinte semmit. Amerikai kincstárjegyben nulla, nulla, nulla ilyen keres. Tehát az mind veszteség, ugye? De szeretnék szabadulni tőle. Hát a kínaiak, mondom, ásnak csatornát, építenek vasatot, minden nyomják ki fel a pénzt. Tehát e végső soron, tehát mindenki szeret, de, de nem lehet megszabadulni tőle, mert akkor az egész rendszer összeomlik. Tehát mindenki egy nagy nyűgbe van, meg készülődik. Márkinek ugye egy csöpnyi országhoz való kötődése, mondhatnám, a szóval hazaszeretete van, mert ezt, hogy másik oldalon ezt azt hiszem, még a hátukon is a szőr visszáll, ha ilyen szavakat használ az ember, meg hazaárulás nem is értik, ők világpolgárok. Tehát ők nem tudják a hazát elárulni, világból, világot meg nem lehet elárulni. Szóval itt tartunk, hogy a szellemi áramlatoknak egy frontális ütközése, ebbe bele van a, az aranykérdés is gom, csomagolva szépen. Ebben is van egyfajta ellenállás, ha úgy tetszik akkor ezek szerint. Boros Imre közgazdász volt a vendégünk, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Önjön. Szép napot kívánok.